A szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat elkötelezte magát abban az ügyben, hogy a fiatal generációt is bevonja a németség hagyományainak megismertetésébe, tovább örökítésébe. A tapasztalat azt mutatja, mondja Farkas Pálné elnök, hogy a gyerekek egyre inkább eltávolodnak ezektől az értékektől, és a folyamatot meg kell állítani. Segítséget akarunk nyújtani azoknak az iskoláknak, ahol német nemzetiségi oktatás folyik, és a népismeret is, hogy egy rajzpályázatot hirdetünk meg, amely a németek magyarországi betelepüléséről szól, de egy kis történeten keresztül, ami megfogja a gyerekeket is. És találtunk egy olyan novellát, amely pontosan meseszerű formában beszéli el, hogy történt a németek betelepülése Magyarországra. A történet eredetileg magyar nyelven szólt, amit H. Németh István, aki évtizedeken át volt az evangélikus templom lelkésze, írt meg egy valós esemény alapján. A kiírásra 170 pályamű érkezett. A gyerekek nem ismerték a történetet, tehát ezért a német tanároknak kellett bevezetni a történetbe őket, hogy először is német nyelven, magyar nyelven, és aztán német nyelven, hogy a nyelvgyakorlása is megtörténjen. És nagyon köszönöm azoknak a felkészítő nevelőknek, akik ezt a gyerekeknek elmesélték, és a mese alapján illusztrációt készítettek ennek ebből a történetből. Az illusztrációkat a hagyományos módon ceruzával festék el, vagy a korvívványait felhasználva digitális technikával is el lehetett készíteni. A rajzok alapján azt látom, hogy a gyerekek élvezték ezt, és különböző technikákkal csinálták meg ezeket a rajzokat, és megfogták azokat a fontos elemeket, ami tulajdonképpen tartalmaz ez a kis novella. Kicsit óckodva fogadtam ezt a felkérést, mert mondom, hát hogy lehet összeegyeztetni a nagyon modern technikát ezzel a régmúlt idők újraidézésével, és aztán a gyerekek nekem bebizonyították, hogy ez egy teljesen, két teljesen kompatibilis dolog, mert tulajdonképpen a kütyük azok csak eszközök, ugyanúgy, mint a festővászon, vagy ugyanúgy, mint a zsírkréta, vagy ugyanúgy, mint a ceruza. Tehát egy gyermeki fantázia bármivel képes egyszerűen csodákat alkotni. Tehát olyan eszméletlen jó dolgok készültek itt, hogy leesett az állam. Egy pillanat alatt szétosztott minden kételjem, úgyhogy így van. Tehát ez egy teljesen legitim eszköz arra, hogy akár ezen a pályázaton, vagy akár más hasonló tematikai pályázaton digitális eszközökkel is részt vegyünk. Tovább kell gondolni, és egyébként nem is látok más utat. Tehát olyan szinten változik minden. Hát én ugye grafikusként nyomtatott sajtóban is dolgoztam, és egyre inkább visszaszorulóban van a nyomtatott sajtó, és átveszi a helyét egyébként az interneten való megjelenés, interneten való publikálás. Ez csak egy példa, de számtalan más példát tudunk mondani, hogy ez az egyetlen út szerintem. Új módszereket kell kitalálnunk ahhoz, hogy a mai kor gyereke, akik ezekkel a kis kütyükkel, meg akármivel, nagyon jól tudnak dolgozni, és ezzel megtanulják magát a történetet is, és élvezettel csinálják. A zsűri külön díjazta a kisiskolások, az alsó és felső tagozatot váltók, valamint a nagyok munkáit, de külön jutalomban részesültek a digitális technikát használók között legjobb munkát készítők is.